1 euró. Ennyibe kerül átlagosan 1 liter idehaza megtermelt bor az Európai Unió államaiban. Ez rendkívül alacsony összegnek számít, mert Ausztria esetében ugyanez a szám már 3 euró, míg 1 liter izlandi bor átlagosan 4 euró az Unióban. Ez azt jelenti, hogy tavaly bár kétszer annyit 131 millió litert exportáltunk ebből a termékből, mint Ausztria, a befolyt összeg mégiscsak kétharmada annak, ami az osztrák termelőkhöz jutott. Az Agrárminisztérium helyettes államtitkára szerint ezért új piacokat kell keresniük a hazai termelőknek, ehhez pedig segítséget nyújt a kormányzat. Magyarországon az agrárexportot 82,5%-ban nyugat-európai országokkal bonyolítjuk. Én ezt az egyoldalúságot szeretném egy kicsit az egyensúly irányába mozdítani, és ezért keleti-déli piacokon dolgozom, hogy minél szélesebb körbe juthassanak el termékeink. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke azt mondja, fontos, hogy minél inkább feldolgozott termékek készüljenek az ország határain belül, azok ugyanis sokkal jobb áron értékesíthetőek, mint alapanyagként. Tolna megyében a szőlő mellett jelentős a kalászosok termesztése, de vendégedit szerint más területekről érkező hazai termékek is megjelenhetnek majd az exportra szánt áruk között. Gyümölcságazatunk az utóbbi időben és a zöldségágazatra is sajnos jellemző, hogy a munkaerőhiány és a gépesítettségnek a hiánya miatt nagyon visszaszorulóban van. Ez volt az elmúlt évek tapasztalata, és úgy látjuk, hogy ez a tendencia sajnos meg is marad az elkövetkezendő időszakban. Viszont azt gondolom, hogy ennek a gyümölcs meg a zöldségtermesztésnek lenne, én úgy gondolom, hogy jövője az egészséges életmód, egészséges élelmiszer előállítás kapcsán. Ehhez viszont fejlesztésekre van szükség, például hűtőházak és feldolgozók építésére a kamara elnöke szerint. Ezért most a cél, hogy a következő 7 évben az agráriumra szánt több mint 4200 milliárd forint uniós támogatásból minél több beruházás valósuljon meg Tolna megyében.